Jövőre ingyenes lesz az első nyelvvizsga 35 év alattiaknak. A sikeres komplex nyelvvizsgát követően az új nemzedék központoknál lehet majd visszaigényelni a befizetett díjat. Ezzel a fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését szeretnék segíteni, ugyanis jelenleg ennek a korosztálynak a 31%-a rendelkezik nyelvvizsgával. Volt olyan év, amikor egyes felsőoktatási intézményekben a végzősök közel fele nem vehette át diplomáját nyelvvizsga hiányában. A fiatalok elhelyezkedését segíti a nyelvtudás. Egyes felmérések szerint a fiatalok körében sokan valamilyen szinten beszélnek idegen nyelvet, de nincs nyelvvizsgájuk. Az egyetemeken 2020-tól már bemeneti követelmény lesz a nyelvvizsga megléte. Sőt, több szakon nem csak egy középfokú, hanem több idegen nyelvből is vizsgázni kell. Ez a grafikon azt mutatja, hogy 2003 és 2015 között stagnál a nyelvvizsgával rendelkezők száma. Ebből az látszik, hogy a 14 és 19 éves középiskolás diákok között is csökken azoknak a száma, akik az érettségiig nyelvvizsgát szereznek. Csak összehasonlításképp az Unióban a lakosság kétharmada beszél idegen nyelven. Nálunk a tavalyi magyar ifjúságkutatás alapján a fiatalok 70%-a úgy nyilatkozott, hogy magabiztosan beszél valamilyen idegen nyelvet, bizonyítványa azonban csak 31%-uknak van. A felmérések kitérnek arra is, hogy a középfokú végzettségűek körében 28%, míg a diplomások körében majdnem 80%-ot tesz ki az idegen nyelvet beszélők aránya. A témában vendégünk Veres Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem idegen nyelvi oktató és vizsgáztató központjának szakmai vezetője. Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást! Azért már egy ideje nyomon követik a felsőoktatásban, hogy mennyire nagy problémát és gondot jelent a diploma megszerzéséig a nyelvvizsga megléte, avagy megszerezni a nyelvvizsgát. Most már egy jó ideje feltétel, hiszen ha nincs nyelvvizsgája a végzős hallgatónak, akkor benne ragad a diploma. Egyébként az az adat, amit itt említettem, hogy volt olyan év, amikor közel az 50%-hoz benragadtak a diplomák, valós adat lehetett ez, vagy azért látnak javulást ebben? Valós adat volt, valóban így van, 50-51%-a a végzősöknek még 4-5 évvel ezelőtt nem vehette ki a diplomáját, éppen azért, hogy nem volt meg az előírás szerinti idegen nyelvi kimeneti követelmény a diploma megszerzéséhez. Javult a helyzet mindenképp, tehát azt látom, hogy a pillanatnyi helyzet szerint 5-6, talán még 10%-os is lehet a javulás ahhoz képest, amit ezelőtt megalapítottunk. Viszont a nyelvvizsga rendszerek átalakulásával próbálták meg úgy magukhoz vonzani a végzősöket, hogy igyekezzenek minél jobban megfelelni azoknak a feltételeknek, amelyeket a diplomakiváltás előre meghatározott. Azt viszont tudni kell, hogy nagyon sok olyan megoldás született annak idején, amivel megpróbáltak segíteni azoknak a hallgatóknak, akik nem tudták időben megszerezni a diplomájukat a nyelvvizsga hiánya miatt. A Bologna rendszer előkészítésekor természetesen nem voltunk még arra felkészülve, és nagyon gyorsan következett be a Bologna rendszer alkalmazása a felsőoktatásban. Nem voltunk arra felkészülve, hogy a 3 éves alapképzés után azonnal ott lesznek az idegen nyelvi kimeneti követelmények, és így ilyen nagy szigorral. Erre felkészülni sem volt feltétlenül elég az a 3 év. Közben változott ugye annyit a rendszer, hogy megpróbáltak állami segítséggel akkor is segíteni. Egyrészt a 40 év fölöttiek ugye élveztek egy ilyen előnyt, hogy a tanulmányok megkezdésekor, ha betöltötték a 40 évet, akkor nem voltak kötelesek nyelvvizsgát tenni. Volt egy olyan generáció, akiknél a nyelvtanulása a gimnáziumokban lehet, hogy nem olyan feltételekkel működött, amilyenre hirtelenében a Bologna rendszerű váltásnál igény lett volna. Ebből az következett, hogy azt hiszem 2011-ben jött egy 204-es számú törvény, ami előírta azt, hogy ha 3 év még nem telt el a záróvizsgától, és még mindig nem sikerült valakinek megszerezni a diplomát, akkor mindenképpen a köznyelvi neve egyébként ugye egy nyelvvizsgamnesztia törvény volt ennek, akkor mindenképpen olyan fajta segítséget kaphattak, hogy ez alatt a 3 év alatt
menedék időben felkészülhettek arra, hogy letegyék ezt a vizsgát. Természetesen ma is él, csak másképp értelmezzük ma már ezt a törvényt, ugyanis a 2013-ban utoljára végzősökre vonatkozik csak. A törvény tehát életben van, de a szabályozás a törvénynek az meghatározta, hogy kikre vonatkozhat. És még volt utána nagyon sok segítség ahhoz, hogy ha sikeres nyelvvizsgáig eljusson az, akinek nem volt előzőleg nyelvvizsgája, ilyen volt a diplomamentő program is, amiben ugye a Nyíregyházi Egyetem is részt vett. Ebben az előző bejátszásban volt egy hivatkozás egy kutatásra, ami tavaly készült el itthon, és ott ez egy szubjektív vélemény volt, tehát a megkérdezetteknek a 70%-a azt mondta, hogy nagyon jól beszél, vagy jól beszél idegen nyelvet. Megfordul az ember fejbe, hogyha jól beszél, akkor talán ezeken a vizsgákon jól is tudna teljesíteni, de még sincs nyelvvizsgája, csak 31%-a ennek a bizonyos korosztálynak. Mi az a szint, amikor azt mondjuk, hogy jól beszél, és hogy nekivághat egy nyelvvizsgának? Hát ugye én egy nyelvtanár és egy nyelvet tanuló diák egészen másképpen ítéljük meg ezt a kérdést, ez biztos. Ezért is van önnek abban igaza, hogy ez egy teljesen szubjektív véleménynyilvánítás volt a megkérdezettek részéről. Azt elhiszem, hogy aki úgy érezte, hogy ő gondmentesen tud kommunikálni egy idegen nyelven, akkor azon a szinten, amin ő szeretne, azon éppen elég volt. Pont abban látom én itt most az összefüggést, hogy most már azt mondom, hogy régi rendszerben, de gyakorlatilag egy 10 éves múltról beszélek csak, egészen külön felkészítést igényelt a nyelvvizsgát letenni, és kommunikálni egy idegen nyelven. Tehát én most azt látom, hogy a nyelvvizsga rendszereink, akik most működnek, államilag akreditáltak, ők vették észre azt, hogy tényleg legyen kommunikáció alapú a mérés a vizsgákon, és ne az legyen, hogy egy deskriptív grammatikai szabályt hogyan ismernek, és hogyan alkalmazzák ezt a nyelvvizsgán. Igen, most azt mérjük, hogy tényleg tudnak-e kommunikálni, vagy nem, talán ezért jobb lett a dolog. Én ezért gondolom azt, hogy folyamatában kell nézni azt, hogy a felsőoktatás mikor fog profitálni abból, hogy a nyelvoktatás milyen szinten és a nyelvvizsgáztatás milyen szinten kapcsolódhat be a diplomaszerzésbe. Ez egy igen jó folyamat most, és ezért üdvözlöm most azt, hogy jövőtől ingyenes lesz, hiszen egy motivációs tényezővel többet kaptak azok, akik először jelennek meg ugye a nyelvvizsgán. Egyébként ezeket a rendszereket most nem nevezzük meg, de a nálunk alkalmazott nyelvvizsgarendszerek túl magas vagy túl nagy követelményrendszert támasztanak a vizsgázóval szemben? Mit gondol erről? Hát annélkül, hogy megneveznénk vizsgarendszereket, azt elmondjuk, hogy egymástól különböző módon mérve a kompetenciákat, biztos, hogy egymástól eltérően mérnek. De azt látom, hogy egyfajta standardizálás az most bekövetkezik. Most éppen arra gondolok itt, hogy különböző típusú feladatokat azért vettek ki belőle, mert épp azt a hátrányát akarták a nyelvvizsgai mérésnek kivonni ebből a rendszerből, ami nem feltétlenül a kommunikációs készséget mérte. Van egy újabb motiváló tényező ezekben, többek közt ugye azt látjuk, hogy vizsgarendszerek nagy része megpróbál olyan lehetőséget adni a vizsgázónak, hogy ő dönts el azt, hogy milyen érdeklődése van, és az szerint, az érdeklődési köre szerint legyen megfelelő témakör, amiből majd mérik az ő nyelvismeretét. Tehát, hogy humán vagy reál? Például erre gondolok, hogy van humán és a reál érdeklődés között azonnal bejelölheti magának vizsgára jelentkezéskor a jelentkező. De van olyan is, hogy kompenzációs vizsgarendszerek indulnak. A 30 nyelvet foglalkoztató, én szerintem legnagyobb vizsgarendszer Magyarországon, az mindenképpen azt mondta, hogy azt is vegyük figyelembe, hogy van, aki írásban kommunikál könnyebben vagy nehezebben, a másik fordítva ugye szóban, akkor engedjük meg azt, hogy egy komplex nyelvvizsga azt mondja meg, hogy tényleg tud-e idegen nyelven kommunikálni, és ne azt, hogy hátrányt szenved, mert gyengébben teljesít egy szóbelin, egy értett szöveg, egy szövegértésnél például, vagy éppen írásban, ahol ő kell majd az íráskészségét ugye mindenképpen bizonygassa nekünk, hogy milyen szinten működik ez. Tanár úr, mit gondol arról, hogy miért küszködünk mi itthon ennyit az idegen nyelv tanulással, mondom azt, hogy oktatással és nyelvvizsgázással is, amikor ma már azért a köznevelésben is azt látjuk, hogy akár az első osztálytól kezdve emelt szinten tanulunk angolt, németet, franciát és olaszt is akár,
Illetve hát azért most már, hogyha szeretne valaki eljutni a nyelvvizsgáig, akkor úgy általában az érettségig, ahogyan itt a bevezetőben mondtam, megszerez egy nyelvvizsgát, vagy egy idegen nyelvből legalább egy középfokú nyelvvizsgát. Szerintem két tényezős a dolog. Az egyik az, hogy egyetlen anyanyelvünk, amit kisgyerekkorunktól tanulunk, ugye a magyar nyelv, az is következik belőle, hogyha nem feltétlenül vagyunk a legjobb helyzetben a magyar nyelvünkkel, mert hogy nyelvi rendszerünk olyan, hogy bármelyik idegen nyelvre nyitunk. Ha idegen nyelvet az anyanyelvi alapokra helyezve akarunk megtanulni, akkor nagyon nehéz dolgunk van. Ezt el szoktam mondani, de ez a nyelvész megközelítése volt. Ami a rendszert illeti, hogy hogyan működik az oktatásban a nyelvoktatás, én mindenképpen azt gondolom, hogy ezt már tényleg általános iskolában úgy kell elkezdeni, hogy az a módszer, amivel kezdjük tanítani az idegen nyelvet, és mindegy, hogy globális angolt tanítunk-e, vagy az igényeinknek éppen jobban tetsző, vagy éppen megfelelő új latin nyelvet, de azt mindenképpen meg kellene tennünk, hogy olyan módszereket használjunk, amiért a külföldiek például úgy hívnak, hogy idegen nyelvi módszer. Ez azt jelenti, hogy nem szólalnak meg a tanárok anyanyelven, csak azon az idegen nyelven, de azokban az apró lépésekben, amelyekkel érdekessé tehetik ezt az oktatást, és a gyerek azonnal ráérez, ráharap arra, hogy egy másik kommunikációs eszközzel is nagyon jól megérteti magát. Szemlélet és módszertan tehát. Köszönjük szépen, tanár úr. Én is köszönöm.